Sziasztok, Kenny, én vagyok, ez pedig a The Sims 4, melyről szeretnék nektek egy rövid, de annál belősebb bemutatót készíteni. Most nem feltétlenül a Sims-eim mindennapi életét szeretném nektek bemutatni, hanem inkább így a játéktechnikai hátterét. Úgyhogy én használni is fogok egy kis csalást. Nézzem, ja nem, nem, nem az. Ez nem az. Ez az. Ezt tényleg nézzétek el, nekem nem használom egyébként a játék közben. Ugye pénzemben is látszik, hogy baromira nincsen sok. Most csak azért, hogy nektek be tudom mutatni, és tök happy, boldogok legyenek. Nektek sem ajánlom, igazából nagyon-nagyon lerontja a játék élmény. A Csajci, az megy az űrhajóval. Csá! Na, a játékról mit kell tudni? Szerintem grafikailag nagyon ott van. Tök jó meg van csinálva, hát nézzétek, milyen közel meg lehet nézni bármit. Közben izé... Jó. Igen, vannak ilyen kis küldetések, hasonló, mint az időutazós volt a Sims 3, a biztos emlékeztet, lehet építeni időgépet. Nagyon tetszik egyébként a... Szkenneljük egyet után. A játék színvilága. Itt az én házamnál is, amit láthatjátok, az elég színesre sikerettek a dolgok. Nagyon-nagyon választékos, mind a tévékben, és vannak a mai technológiák, tehát itt van például, hogy tabletet tudnak használni, okostelefonjuk van, amivel az elég sok mindent lehet csinálni. A játék lokalizációja sajnos... Hyperdrive. Amiről beszéltem? Ja, okostelefon. Hát itt is elég sok mindent. Ja, és a ja, igen, megvan már, jó eszem, hogy ott játék lokalizációja. Hát ugye most, ami bejött egy új törvény. Ja, kusor már erre haladjál. És ugye 20 millió lakosú alatti országban ja, nem készül honosítás sajnos. Úgyhogy várjuk türelmesen a fiainknak a saját készítési honosításait. Bocsánat, csak közben itt nézelődök, mert most játszottam vele, és volt egy keresem, és... Ez kurva jó. A játék motorja, amúgy... Na, meg visszajöttél, jó van. Hoztál valamit? Electronic Upgrade Part 2. Szóval, a játék motorja nagyon gördülékeny. Pillanatok alatt le ki és bezoomolni, amit látjátok, itt próbálom demonstrálni. Szerintem egyáltalán nem akadozik. Egyszer-kétszer előfordul sajnos crash, most a felvételt is csináltam, azt nem nagyon szerető, hogy észrevettem. Pillanat, egy picikét. A Sims-ek, amit tudnak, jelen állás szerint, az a multitasking. Menjünk csak dolgozni. Te hova mész? Ami azt jelenti, hogy például így kondizás közben leül mondjuk a csajszert, azt meg is mutatom nektek. Mondja egy szikletet, most ne szórakozzunk. És közben beszélgetnek, de ez ugyanez érvényes például, hogy leül mondjuk és tabletezik. Hova tette a töltse? Oda kell rakni a tabletet? Istenem. Szóval leül, tabletezik, közben nézi a tévét, vagy most itt például a zenét hallgat és edz közben. Chelner. Gungane. Hagyjátok? Pardus Gidna. Fwashes a Breeze. Blurna Paifin Skuma. És közben szól a zene, beszélgetnek, de a faszi közben még emellett tud edzeni is. Ki az? Belagót? Nem.
Hát én nem csináltam olyan karaktereket, mint mondjuk kellene, hogy csávó egy kicsit olyan testesebb, izmosabb, de van rajta mit fogni, a csaj az már ilyen jó nő stílus, de nem is ez a lényeg most. Az építés roppant egyszerű. Ezt is mindjárt be fogom nektek mutatni. Amit én negatívként említenék, hogy olyan kicsit a környék, meg hát utazni kell minden egyes. Most itt át akarok menni a szomszédba például csak beköszönni, ott már utazásnak minősül. Most könyörülöm. Tehát ez mondjuk visszalépés a Sims 3-hoz viszonyítva. Viszont tényleg, amit el kell mondanom, hogy a grafika is nagyon jó. Van még egy ilyen is. Tabot megnyomva bejön egy ilyen filmező mód. Hát most nézzetek meg, hogy közelről is meg lehet nézni a Sims-eket. Semmi gond és probléma nincsen vele. Nekem legalábbis nagyon tetszik. A Sims-ek itt körültünk is élik az életüket, és ami nagyon jó, múltkor itt játszottam, talán tegnap, és kimentem a Devorral, a faszival, ide beszélgetni az utcára, és egy olyan karakterre találkoztam, akit én hoztam létre, viszont egy másik környéken lakik, és itt sétált. Ja, ez nagyon durva volt, tehát így meg is lepődtem, hogy úristen, ez mit keresi. És lényegében ez a karakterem összeismerkedett a másik karakteremmel, és most a spanok, hát meg tudom nektek mutatni. Ez most miért nincs benne? Ja, mert ez a csaj, az nem ismeri. Ja, itt van, ő az. Most itt a nevem is látszik. Tehát ez egy tök jó dolog, szerintem. Tehát nagyon ötletes. Na, jól csinál, fáradta. Itt vannak egyébként ilyen teljesítő dolgok, mint tudom én, táncoljunk a sztereó zenére, az is megvolt. Amiért pontokat kapunk, ezért például 25 pontot, és azokat itt be tudjuk váltani különféle dolgokra. Még egyelőre nem vettem semmit, majd ráérek erre, ezen még szemezgetni. Lehet, hogy neki először a gym rat. Lamina Exene. Spino? Ja, Cheshire. Vinkapa Baru. Shabini. Roman. Fikshaima. Fuasha Zabris. Baribi Damse. Sistun Turib. Pifatau. Hana. Nem tudom, nincs ilyen most. Most a beszélgetés. Szóval a csajt el lehet küldeni, ezt az ühőt úgy vettem körülbelül 1000 Simoleonért. Én újra csajszi rakta őt, aztán össze, és akkor építette rá a különböző upgrade-eket. Itt egyébként lehet látni például a faszinak, hogy milyen skill-ek vannak. Hát hasonló ugyanazok a skill-ek szinte, mint az előző részekben volt. Tehát semmi extra nem kell gondolni. Ja, bemutatom már nektek a házamat. Tehát az így néz ki. Az se volt, ez nem volt annyira vészes árba, pedig egy palotának néz ki. Munkahelye a faszinak, akarom mondani a csajnak, az egy konkrétan az astronauta pályán van. Modul cleaner jelenleg. Csávó, majd szakás lesz valamikor ilyen vezetőséf egyszer. Nagyon szereti a zabát, az meg is látszik rajta. Jó, építős mód. Az építős mód nem bonyolult. Mindenhonnan ezt hallottam, hogy de nehéz, meg úgy, de rossz. Kurvára nem. Előre meghatározott blokkokat is, hangsúlyozom is, tehát nem kötelező ezeket csinálni, csak ez a könnyítés céljából van. Tehát te fogod, te neked azt mondod, hogy ez a konyha kell. Úgy, de kurva jó. Nem kell beleraknod a szekrénytök, semmi berendezés, ezt csak így fogod, és lerakod, mint ahogy én is tettem. Bár én átalakítottam, tehát nekem teljesen másmilyen lett. Én kipukoltam a bútorokat, és úgy rendeztem be, hogy nekem tetszik. De már a hálószobát nem. A hálószobában annyi a változtatás, hogy raktam még egy éjjeli szekrényt, illetve a nappali az teljesen ilyen volt, csak a szőnyeget raktam vele, illetve a dolgozószobában is, meg a fürdőszobában is egy-két kiegészítőt pakoltam. De alapvetően nagyon nem kell hozzájuk nyúlni. És ezt megtalált ugyan, hogy a hálószoba, a dolgozószoba, van gyerekszoba, és egyébként a kinti dolgok is. Az esküvői kertől kezdve bármi. De hogyha az nem tetszik nektek, akkor ugyan meg lehetek csinálni az ajtókat, kicserélhetitek, az ablakokat külön, te külön a falat befestetett, stb. Tehát ez nem egy bonyolult dolog. És szerintem tök jó. A másik, amire nagyon sokan panaszkodtak, és hát nem ártan egy picikét így olvasni,
Tehát amiket láttam, hogy belépnek a menübe, és kapkod össze, vissza, át se nézi rendesen, és sírnak, hogy miért nincs, tehát miért változott meg az irányítás a Sims 3-hoz viszonyítva. Hát ez baromi egyszerű, mert fogod és bepipálod, bazd meg, és azt használod, amit akarsz, ha nem tetszik. Engem például kurvára nem zavar, és rohadtul leszarom. Tehát örülj annak, hogy kaptál egy új Sims-et, és játszhatsz vele. Tényleg meg kell hagyni, hogy a beállítások grafikailag nagyon szépek. Hát nekem sajnos nem full HD-s a monitorom. Nem mindenkinek van 1920x3 zsilliárdos felbontású gépe monitora. A TV-mre meg nem akarom kötni, minek. Nekem jó az 1360x768-as is, pont leszarom. Attól függetlenül szép a játék. Nagyon szépen dröccenés nélkül fut. És rohadtul el lehet veszni az egészben. Nem mondjuk most őt elküldöm. Nem tudnak izelni. Ja nézd, például vannak ilyen beszélgetések, amely zöld pötty van. Már most ő például az ad majd bónusz. Mert amely ma is boldog, és hogyha barátságban van valaki, éppen beszélgetés közben, azért kapni fog most 25 pontot. Na, nyomjunk egy buhúzót. Ez egyébként nem változott az előző részeket viszonyítva. Kikapcsolja a tévét, tehát nem úgy hagyja. Egyébként maguktól sokkal önállóabbak lettek a Sims-ek. Ezt is be lehet egyébként állítani. Ha mennyire legyenek önállóak, hát szerintem sokkal kényelmesebb. Ezért is mondom azt, hogy ezt ne, tehát hogyha játszatok élesbe, ne csíteljetek, mert nem ér annyit. Showtime! Lehet gyereket csinálni szintén, azt még nem próbáltam ki. Állítólag nagyon bugos. Folyik a gyerek keze, meg nyúlik a szeme, meg ilyenek is vannak. Annyit elmondok még, és szerintem lassan be is fejezem majd a videót, hogy elkezdtek játszani a Sims 4-je, szerintem búcsúzatok el a családtagoktól, barátnő, pár, feleség, anyuka, nagymama, apuka, stb. És pakoljatok magatok körül a kaját, nem fogjátok észrevenni, hogyha eltelik az idő. Ja, igen, egy kicsit fogyaték a csaj, vannak ilyen problémái néha. Fina. Hát ilyeneket csinálnak utána, tehát nem az, hogy felállnak és mint a zombik állnak az ágy mellett és várják, hanem mennek és teszik a dolgokat. Azért ezt a The Other World-től hallottam egyszer, hogy miben más, mint a Sims 3. Hát most amiket így mondok, tehát ezek ilyen apróságok, és amikor játszik vele az ember, akkor jön rá, hogy basszus, ez sem volt az előző részben, és ez is mennyiben más. És mennek és csinálják a dolgokat. Most ő... Uh-huh. Beszélget közben, miközben a faszért riszál. Trollkodik a fórumokon a csajci, és miközben Devorral beszélget. Devor pedig ugye táncol és közben beszélget a csetelő feleségével. Ez nagyon-nagyon jó. Nem is értem egyébként az előző részben miért nem volt benne eddig. Kreativitásatokat egyébként nagyon jól ki lehet élni a játékban. Tényleg, mikor kell menni dolgozni? Az megy ma este 6-ra. Ez szabad, nagyszerű. Nem haragszatok, elmentem a játékot, mert én nem nagyon bízom benne. Mit akartam mondani még? Ja? Szerintem várható az, hogy lesznek ugyan DLC-k, ezeket már szerintem nem mondtam volna, nem emlékszek, mindegy. És abban lesznek különféle kiegészítők. Gondolok itt például csak ilyen alapvető dolgokra, hogy évszakok. Ma megint nincsen. Pazd meg, miért kell mindig mindent előről kezdeni, és ugyanezt csinálták a Sims 2, a Sims 1-nél is. Nem baj. Lehet pénzt költeni. Már aki költ. Persze. No.
Torokodik Sonya. Sokan mondták, hogy jaj, most miért nincs medence, pont leszarom. Kurvá nem érdekel, előtte sem voltam egy medencepárti, most az egy hú de nagy szórakozás, hogy belefullasztod a Sims-edet. Nem nagyon akarom azt a Sims-et belefullasztani, akivel több órát belőltem már. Hát így is azért például most ezeket a skilleket, hogyha megnézitek, tehát mint a 6-os a főzési skill, és egyéb skillek is vannak itt még, azért az nem kevés idő, mire ezt is szépen feltornázod. Plusz azt, hogy valamilyen szintet elérjen a munkahelyén a Sims-ed. Nagyon aktív sportoló mindenki. Nyanya. Lógos csöcs. Úgyhogy szerintem mi nagyjából elmondtam mindent, amit tudnotok kell. Nem kell félni itt a gépigénytől sem. Attól viszont féljetek, hogy órákra le fog benneteket kötni. Tehát aki már jártas a színszegben, az tudja, hogy miről szól. Olyan, mint a való életet, idő kell mindenhez. Most te mit csinálsz? Van arany, haluci. Jó, szerintem lesz majd normális játékmenet is, ahol tényleg bemutatom az életüket a szimszeimnek, illetve majd ahogy terebélyesedik a tromblikán. Meg hát még lehet venni jobb űrhajókat is, amivel messzebb lehet menni, és ugyanúgy lehet ezeket is fejleszteni. A Choice-nak hogy áll a Rocket Science. 9-es szinten van, nagyon jó. Logisztikus. Na, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, legyetek szívesek. Azt látom, hogy nézitek a videókat, de úgy szeretném azt is, hogyha lennének állandó visszatérőim. Ja, meg hát like. Jó? Köszönöm szépen. Legyetek jók. Sziasztok!